A Gyirmot 7 fordulóval a bajnokság vége előtt 11 ponttal vezet a tabellán a második helyen álló Zalaegerszeg előtt. A bajnoki cím így kézzel fogható közelségbe került, a csapatnál azonban még óvatosan fogalmaznak az aranyéremmel kapcsolatban. A játékosok megtesznek mindent, és nagyon jó az edzés munkájuk, természetesen jó a hangulat. Egyébként NB1-en még nem kell foglalkozni, tehát semmilyen érzet nincsen, mert akkor lehet ezzel foglalkozni, hogyha ez megvan. A célkitűzésünk továbbra is az első vagy a második hely megszerzése. Nyilván most elsők vagyunk jelentős pont előnnyel, tehát igazán boldogok csak az első helyen lennénk, de hát elsősorban feljutást legyen meg. A Gyirmot 10 mérkőzés óta veretlen az NB2-ben. Ez idő alatt 8-szor nyert és 2-szer játszott döntetlent a csapat. Szombaton a Vác ellen is a kéksárgák az esélyesek. A 7 hazai mérkőzésből jól kijöttünk, amit elterveztünk, azt véghez tudtuk vinni, méghozzá pontok számában. Múlt héten is sikerült nyernünk Dunaújvárosban, ez lesz a cél most a Vác ellen is. Egy percig nem lehet őket lebecsülni, azért mert a tabellán hátrébb vannak, nekik is megvannak a céljaik, gondolok itt, hogy szeretnének bennmaradni. Nekünk viszont épp ellenkezőleg szeretnénk megnyerni a bajnokságot, szeretnénk feljutni, úgyhogy mindenféleképpen nyerni kellene itt ellenük a hétvégén. A Gyirmolt a Vác után a Balmazújvárossal, a Zalaegerszeggel és a Sopronnal is idegenben játszik, majd a Szolnok látogat az Alkufel stadionba, a Csákvár elleni meccs után pedig a Siófokot fogadja Benefere csapat a záró körben.